Évről évre visszatér a Csobbanó Fesztivál a Brigéció gyógyfürdőbe, ahol ismét színes programokkal várták a kikapcsolódni vágyókat július 20-án szombaton. Próbáljuk mindig a Csobbanó Fesztiválra időzíteni a legnagyobb durranásokat, ha lehet így fogalmazni a programokkal kapcsolatban. Idén egy kicsit változtattunk, minden évben próbálunk valamit újítani. Idén az az újdonság, hogy nem sztár fellépővel próbálkozunk, hanem inkább a látványra helyezzük a hangulatot, és tényleg egy látványos szambasóval várjuk ide a vendégeket a Brigéció gyógyfürdőben. De visszatérő program a múzeum kilátogatása, a Klapka György Múzeum itt van, és minden évben bemutatja az éppen aktuális felfedezéseket, a régészeti leleteket, illetve tudnak beszélni az elmúlt évek ásatásairól, és mindig nagyon sokan látogatnak el az ő sátrukba, és kipróbálják ezeket a kis múzeum pedagógiai foglalkozásokat, és nagyon kedvelik a vendégeink ezeket a foglalkozásokat. A gyógyászati részleg pedig ingyenes masszázsal, vérnyomás és vércukorméréssel készült, ez is nagyon népszerű a vendégek körében, és hát ugye folyamatos programok vannak. Mint például a búvárkodás lehetősége, ami ugyancsak nagyon népszerű volt. Főleg a gyerekek, akik ugye vagy egyből jönnek, vagy egy kicsi biztatás után jönnek, aztán egy-egy anyuka, apuka is meg szokta próbálni, de jellemzően. Meg hát mi is tudjunk, hogy inkább a gyerekeknek akarunk örömet szerezni. A búvárkodás mellett a Csobbanó Fesztivál nevéhez hűen természetesen a csobbanásé volt a főszerep, a csúszdákon szinte megállás nélkül akad gyerek és felnőtt egyaránt. A nap szerelmesei a fürdő napozó helyén hódolhattak szenvedélyüknek, kihasználva a nyár örömeit. Ez a fesztivál bővelkedett a szórakozást szolgáló programokban. Volt itt bűvés show és gyermekkoncert a komáromi kicsi óriás együttessel. A világ régul lenne, kötényemben nem is férne, kötényem is honnan volna, a világ régul volna. Valódi felpesdítő színfolt volt a medence partján bemutatott brazil virtus, a Samba Show, aminek természetesen akadt nézője bőven. Sokan a hűsítő medencéből figyelték a lányokat. A strandolók nem csak a fürdőzés élményeivel és a gyógyvíz jótékony hatásával gazdagodhattak, hanem ismerkedhettek a város történelmével is, hiszen a gyógyfürdőben több Komárom múltját megidéző látványosság is megtalálható. Rögtön, ahogy a vendégek beérkeznek a csarnokba, tehát a fürdő főépületébe, ott ha lehet, hogy azt gondolják sokan, hogy ezek másolatok, amik az üvegfalak mögött találhatók, de nem, ezek itt komáromi ásatások során előkerült leletek, amiket ott az előtérben lehet látni, és a játszótéren is vannak olyan elemeink, amely kifejezetten a római múltat idézi meg, tehát vannak érdekességeket, amelyeket egy ilyen játékos falon tüntettünk fel, illetve van egy római homokozó, amely nem csak nevében viseli a rómaiságot, hanem elásnak kollégák minden délelőtt egy pár darabot egy ilyen kerámia edényekből, amit össze lehet gyűjteni, és ha sokszor kilátogatnak ide a vendégeink, akkor egy teljes kollekciót tudnak összegyűjteni ezekből a kis kerámia edényekből, de mindig próbáljuk tényleg amellett, hogy nem csak önmagunkat szeretnénk reklámozni, és nem csak magunkat szeretnék a vendégeknek megmutatni, hanem aki ellátogat Komáromba, az tényleg nézze meg az itteni látványosságokat, hiszen a római kori emlékek mellett van monostori erődünk, csatlakozik az észak-komáromi rész, tehát igen sok látványosság van, és mindamellett, hogy a turistáknak is szeretnénk kedvezni, szeretjük bemutatni az itt élő embereknek is, hogy vegyék észre, hogy mennyi minden szépség vesz minket körül. Az időjárásra sem lehetett panasz, olykor felhős égbolt hűsített a kánikulában. A vendégszámot illetően a gyógyfürdőben mindig az időjárás a legfontosabb tényező. De mi is sokat tehetünk városunk fürdőjéért, ha mellette szavazunk. A termálfürdő.hu 5. éve rendezi meg az év fürdője szavazást, itt 3 különböző kategóriában keresik a Magyarország fürdői között a győzteseket. Az év regionális fürdője kategóriában indul a komáromi gyógyfürdő. Ugye ezeket a kategóriákat nem mi hoztuk létre, és nem mi soroljuk be saját magunkat, hanem a fürdők látogatottsága és a város nagysága szerint sorolják be a szervezők a fürdőket, és idén az év regionális fürdője címért
indulunk, és várjuk a szavazatokat, és köszönjük az eddigi szavazatokat. Egy-egy megosztással is tudnak nekünk segíteni, a fürdő Facebook oldalán és a honlapunkon is el lehet érni közvetlenül ezt a kattintást, az évfürdője.hu/Komárom oldalon lehet szavazni a fürdőre.